Vasárnap délután türelmetlenül várták a gyerkőcök a Mikulást Kelebián, közben az alkalmi öltözékbe bújt póni lovakkal és a helyi lovarda lovasaival barátkoztak. Dér Eszter idén is írt a Mikulásnak, aki odahaza már meglátogatta őt, és ajándékokat tett a csizmájába. Barbie fürdőkádat, meg egy kis Barbie-t. A kelebiai lovardába érkező gyerekek kipucolták a csizmájukat, hogy biztosan kapjanak ajándékot a piros ruhás, fehér nagyszakállútól. Ecsődi Alexandránál is járt már a Mikulás, levélben írta meg, mit szeretne kapni. Egy játék mentőautót, meg játék Barbie-t. És kaptál is tőle? Igen, csak egy Barbie-t, meg sok édességet. Most abban reménykedett, hogy mivel jó kislány volt, kap még egy ajándékcsomagot. Csike Gábor, Magyarország szabadkai főkonzulátusának vezető konzulja is elvitte gyermekét a kelebiai Mikulás várásra. Azért fontos, hogy kimozduljunk, hogy együtt legyünk, azért, hogy a gyerekek is lássák így a hagyományainkat, a keresztény hagyományainkat is megismerjék, mint a Mikulás. Több mint 10 éves hagyománya van Kelebián a Mikulás várásnak. Idén, mivel nem esett hó, sajnos a Mikulás nem rénszarvasok által húzott szánkon, hanem libicai lovak által húzott fogatos kocsin érkezett meg a kelebiai ménesbe. A gyermekek legnagyobb bánatára viszont a nagy ködben a lovaskocsiról elveszítette az ajándékcsomagokat. Közösen indult el a gyerekekkel, hogy megkeressék ezeket. Végül kiderült, hogy társa a Krampus csent el a csomagokat. De miért is? Hát, hogy a gyerekek ne legyen neki könnyű, várakozzanak egy kicsit, játszanak, kicsit megfagynak, hazamennek, akkor jó melegszenek majd. De különben én nézem a gyerekeket, rossz gyereket nem láttam. Én nekem az a dolgom, hogy megbüntessem a rossz gyerekeket, de eddig nem találtam rossz gyerekeket. Úgyhogy. Hát nem kap senki virgácsot? Nem kap. Ebben az évben nem. Miután meglettek a csomagok, a Mikulás kiosztotta őket. Mindenki kapott ajándékot, mert a gyerkőcök jók voltak. Igen, jók voltak minden évben, úgyhogy kapni fognak ajándékot. A hagyományokhoz híven a csomagok édességgel voltak tele.